Tavasztól egészen október végéig tartanak a Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzései. Ezek során az ellenőrök az általános kereskedelmi feltételeket sértő tevékenységeket szeretnék kiszűrni. Folyton visszatérő problémának számít a kiskorúak szeszes itallal és dohánytermékkel történő kiszolgálása is. Kereskedelmi és vendéglátóhelyeken, szórakozóhelyeken, itt ki kell térni arra, hogy elsősorban a szórakozóhelyeken a fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelést ellenőrizzük. Gyakorlatilag itt fiatalkorú közreműködőkkel próbáljuk meg kiszűrni azokat a piaci magatartásokat, amiket a vállalkozások esetlegesen a fiatalkorúak rovására elkövetnek. Valamint vannak olyan helyszíneink, amelyek inkább csak nyáron jellemzőek, ilyenek például a strandok, különböző akvaparkok, illetve olyan fesztiválok, amelyek teljesen időszakosak és egy-egy nyári hónaphoz köthetőek. Az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak a nyugtákra, a megfelelő mérőeszközökre és a vendégkönyvekre. A fesztiválokon és rendezvényeken pedig kiemelten ügyelnek a vidámparki játékok szabályos működtetésére is. A nyári időszakban idegenforgalmilag frekventált helyeken az ellenőrzések célja az, hogy megakadályozzák a fogyasztók megkárosítását. A legtöbb vizsgálat során nincs szabálytalanság. Az ellenőrök célja pedig nem a bírság kiszabása, hanem a megelőzés.